A Csökmői Ifjúsági Fúvózenekar játéka fogadta a Péterszegi úton elkészült több mint 3500 négyzetméteres új üzemcsarnok ünnepélyes átadására érkezőket. A Mezei-Vill Kft. Újabb beruházása Európai Uniós forrás felhasználásával épült fel, és a hazai fejlesztésű STRIKE LED közvilágítási lámpatest gyártása indulhat meg e falak között. A Mezei-Vill Kft. Egy családi, mai kifejezéssel élve mikrovállalkozásként indult, annak minden keresztjét viselve az első lépésektől. A villanyszereléssel foglalkozó cég Mezei József vezetésével az elmúlt évek hosszú és kitartó munkájának eredményeként az akkori műhelyből már egy több üzemegységgel rendelkező vállalkozássá nőtt, és több tucat embernek ad munkát az új technológiai fejlesztés is. Egyéni vállalkozóként egyedül dolgoztam, utána volt egy-két ember, aki mellettem már dolgozott, és nyilván olyan munkákat vállaltunk, aminek volt egy eredménye, és amikor 15-20-an vagy 30-an dolgoztunk, akkor több eredmény volt, és ezt az eredményt gyakorlatilag nem a család kivette a vállalkozásból, hanem visszatette a vállalkozásba, úgymond továbbfejlesztette azt. Itt arra gondolok, hogy a környező szegény településeken a világon senki nem csinált volna a KBTV-t, de előről gondolkodva megterveztettem a KBTV hálózatot, és amikor nem volt egyéb kivitelezési munkánk villamos szempontból, akkor azt mondtam a fiaimnak, hogy nevezhetem így őket, hogy menjünk dolgozni, vettem egy néhány dob kábelt, tegyük fel az oszlopra, és egy csapásra két legyet ütöttünk, mert azt kértem tőlük, hogy olyan szakaszon tegyünk be, akik be is kötnek, és már fizetik is a havi díjat. Hát nyilván nem ingyen szolgáltattuk ezeket a dolgokat, de sokkal kedvezőbb áron, mint hasonló cégek, akik ilyenre képesek voltak, hogy ilyet hozzanak létre. Tehát ez motivált minket, és én azt gondolom, hogy jó részt ezért érhető el az, hogy eljutottunk ide, mert hiszen mindez idáig ezt a mentalitást ültettük ebbe a vállalkozásba, és értünk el idáig. Hiába a válság, most is gyakorlatilag az a 60-70 fő ennél a vállalkozásnál dolgozik, és azt gondolom, hogy az a lámpagyár, ami elkészült, fel tudjuk futtatni, akkor nyilván azok a plusz számok, amiket említettünk itt az átadáshoz a 60-100 fő közé, egy pazarabb, hogy így fejezem ki magam, megrendeléssel könnyedén elérhető. Nyilván speciális fejlesztéseket létre fogunk tudni hozni, bármikor meg tudunk csinálni adódó néhány száz darabos megrendelés, ami speciális lámpákat jelent, hiszen a csarnokban olyan gépeink lesz, amivel mindent meg lehet csinálni, előkészíteni, sorozatgyártásra előkészíteni, stb. Stb. Ez az, ami közeli célként jelentősnek mondható, és hát mondom, nem akarok azért, mert az idő az telik fölöttem is, már 53 éves vagyok, és azért optimistán gondolom, hogy a jövő nemzedéke és az a sajátosság, amit már nagyon régen fejemben vettem, és családom is elfogadott, hogy a környezetünket javítsuk, a környezetünk emberek mosolyogva, boldogan éljenek, és akkor mi is boldogan élhetünk, ha innen nem akarunk elmenni. Bárpedig az a por, ahonnan származunk, kötelező, és én nem akarok sehonnan innen elmenni. Szomba Sándor államtitkár már az alapkő letételnél is jelen volt, és úgy fogalmazott, nagy bátorság és elhivatottságra volt szükség ahhoz, hogy a pénzügyi és gazdasági válság idején valaki fejlesztésbe kezdjen. 2011 környékén, még ugye a válságból való éppen kilábalás környékén kellett bátorság ahhoz, hogy valaki Magyarországon egy hátrányos helyzetű régióban, hátrányos helyzetű térségben, fejlesztésekben, beruházásokban gondolkodjon. De hát aki mer, az nyer. És ez a mai nap ez ékesen bizonyítja ezt. Nagyságrendileg 600 milliós beruházás, ebből mintegy fele állami támogatás, a meglévő 35 főhöz újabb 35 fő legalább, ugye, ami csatlakozik. Ezek is óriási dolgok, de ugye a számok mögötti tényleges cselekmények azok, amik alapvetően meghatározzák azt, ahol ma tartunk. És hát üzenete van ennek nagyban is, nem csak a térség számára, hiszen ugye amikor azt látjuk, hogy Magyarországon, hála Istennek az elmúlt időszakban nagyon sok pozitív dologról tudunk beszámolni. Nem csak a statisztika nyelvén, hanem ténylegesen is. A gazdaság életjeleket mutat végre. A foglalkoztatásban bővülés mutatkozik, a versenyszférában is. az inflációt sikerült ugye soha nem látott mélységbe leszorítani. De ezek mögött, a számok mögött a hétköznapok munkás kezei és munkás emberei vannak, mert anélkül ezek a számok mit sem érnének. Tóth Attila megyei közgyűlési alelnök a beruházás jelentőségét és az azzal megvalósuló fejlesztéseket emelte ki. Munkahelyet teremt egy hátrányos helyzetű térségbe, és egy olyan fejlett technológiát hoz be, amit már mondott államtitkár is, hogy ilyen jelen pillanatban magyar tervezéssel, magyar kivitelezéssel jelen pillanatban nincs az országban. Ez is azt bizonyítja, hogy van rá igény, van kereslet. És hát itt látom a polgármester hölgyeket és urakat, reményeim szerint lesz újabb termelési lehetőség, ugyanis itt a településeken, ha csak a lámpatesteket lecserélik, az már magába egy olyan indulás, egy olyan lökést tud adni a vállalkozásnak, hogy még több ember tud majd foglalkoztatni, és az önkormányzatoknál viszont nagyon pozitív lesz, mert megtakarítást tudnak elérni. Ahogy én hallottam, olyan 60%-os megtakarításról beszéltek a tulajdonosok. A beszédek sorát folytató Vitányi István azt emelte ki, hogy magyar fejlesztés valósul meg helyi befektető jóvoltából, és ez munkahelyeket teremt a térségben. A Bihari térségbe, amely a 33 leghátrányosabb térségbe fekszik, a munkahely úgy kell, mint egy falatkenyér. A falatkenyér itt van, és munkahely lesz, és lesz még több munkahely. És azt hiszem elhanyagolható körülmény, hogy itt magyar fejlesztésű, magyar termékeket állítanak elő. És hát ezek a gyárak, meg a következő is, gondolom Józsének a fejében már a következő is benne van, azt fogja eredményezni, hogy végre egyszer ebből a 33 hátrányos térségből kikerülünk. És hát én ismerem a Mezei-Vill Kft-t, ismerem a dolgozóit, ismerem a vezetőit, és hát azt is tudom, hogy itt igen kicsi a fluktuáció. A Mezei-Vill filozófiája elégedett munkaerő, nagyobb teljesítmény. Én úgy gondolom, hogy példaértékű az a családias légkör és hangulat, ami a gyárukban van. A most záruló Európai Uniós költségvetési ciklusban 10 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg Berettyóújfaluban, terek, épületek, iskolák és intézmények újultak meg. A Mezei-Vill Kft. Életében ez a fejlesztés egy eszköz, a cél a minél több megrendelés elérése. Ezt Muraközi István polgármester mondta. Azt gondolom, hogy mindannyian, akik ide eljöttünk, érezzük ennek a fontosságát, hogy ebben a hátrányos helyzetű térségben valaki tesz azért, hogy minél több embernek munkát adjon, és minél több embernek boldog hétköznapjai és ünnepnapjai legyenek. És szeretném hozzátenni, hogy ez nem csak a Mezei-Vill életében van ez, hanem ez a város életében is igenis egy pirosbetűs ünnep a mai nap. Én azt kívánom a Mezei-Villnek is, hogy valóban megrendelései legyenek. Mi a szerény eszközeinkkel azt tudom hozzátenni, hogy Berettyóújfaluváros már írja ki azt a közbeszerzést, miszerint a közvilágítási lámpatesteinknek a lecserélését talán valamilyen ledes lámpatestre szeretnénk lecserélni. Reményeink szerint nem sokan fognak erre a pályázatra jelentkezni, hogy mi is ezzel hozzájáruljunk. Az Alexandru Kordos romániai szenátor üdvözletét tolmácsoló Anadián Dorin azt mondta, a politikus az Észak-Erdélyi autópálya mihamarabbi megépítését fogja szorgalmazni, mely a nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkező térség, illetve a Mezei-Vill Kft. Számára is komoly lehetőség. Szeretném itt is megerősíteni azt, amit már más barátaimmal együtt elmondtuk Józsi barátomnak, hogy Romániában van piac, és mi mindent megteszünk azért, hogy az itt előállított termékek ott is vevőkre találjanak. A szalagvágás követően lelkipásztorok kértek áldást az épületre és az abban dolgozókra. Az ünnepség a Pálfi István rendezvénycsarnokban megtartott fogadással ért véget, ahol többek között a Bihartánc Együttes és Badár Sándor is fellépett.